Tucat számra teltek meg a szemetes zsákok, szorgos kezű önkéntesek időt és energiát nem spórolva szedték a szemetet hétfőn délután Váltelepülés határában. A Földnapján ugyanis megkezdődött az idei Teszed hulladékgyűjtési akció. Sok önkéntes már évek óta segít megtisztítani a természetet az illegális szeméttől. Nagyon szeretem a környezetet, szívügyem a környezetvédelem. A minisztérium által hirdetett akcióra jelentkeztem, és múlt évben is részt vettem az akción, mert nagyon elszomorítanak, amikor ilyen szép zöld területeken szemét halmokat látok, és emiatt szeretném az erdőt megtisztítani. Csollák István egészen messziről, Baranyából érkezett vára segíteni. Mint mondja, ott is vannak szennyezett területek, de közös erővel azon dolgoznak, hogy ezeket felszámolják. Azért jöttem ki, hogy az itt összegyűlt szemetet közösen összeszedjük. Ez egy gyönyörű, szép táj, és nagy bűn ilyeneket elkövetni, hogy az emberek elszórják a szemetet. Én addig megyek tovább. Az akcióhoz az Energiaügyi Minisztérium államtitkára is csatlakozott. Kondz Zsófia elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartják a teremtett környezet megóvását, illetve a jövő generációi számára egy tiszta, biztonságos, élhető környezet átadását. Ennek érdekében számos akciót, projektet indítottak, ezek közül kiemelkedik a Teszed, amely gyakorlatilag Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtési akciója. Most egyébként rekordot döntöttünk, rekord számú jelentkező állt gyakorlatilag a Teszed oldalára. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor családok, munkahelyeken, kollégák, szomszédok, településen kisebb csoportok összefognak, és gyakorlatilag tudnak regisztrálni a Teszedre, és több mint 100 000 önkéntes regisztrált, ami tényleg hihetetlen. Kondz Zsófia hozzáfűzte, szerinte a Teszed akció megszervezése fontos, egyrészt az illegális hulladékok elleni küzdelem, másrészt az önkéntesség népszerűsítése miatt is. Bechtold Tamás Vál polgármestere büszkeségnek nevezte, hogy a település belterületén nemigen találni illegálisan lerakott hulladékot. A külterületeken azonban előfordul néhány gócpont, ezeket most az akció keretében felszámolják. Sajnos Vál egy tranzitfalu, tehát az M7-es és az M1-es között átmenő kocsiforgalom időnként megállít és letesz néhány zsák szemetet, amivel mi küzdünk. Nyilván, amit rögtön megtalálunk, azt begyűjtjük, mert egyébként az is igaz, hogy ezek szemétmágnesként működnek. Tehát ha valahova lekerül egy zsák szemét, az valahogy partnerekre vágyik, és egyre több és több szemetes zsák fog mellé csatlakozni. Teszeli Zoltán, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, engedélyhez kellene kötni, hogy magánszemélyek közúton kommunális hulladékot szállíthassanak, és amennyiben ezt megszegik, akkor komoly büntetést kellene rájuk kiróni. Úgy vélte, ezzel jelentősen elejét lehetne venni az illegálisan lerakott hulladékok keletkezésének. Fontosnak tartom, hogy az elmúlt közel 10 évben a szemétszállításnak a díja is a magánember szempontjából az rezsicsökkentett áron zajlik. Az Energiaügyi Minisztérium a Teszed mellett a Tisztítsuk meg az országot projekt keretében több pályázatot is indított, de elindult a hulladékradar alkalmazás is, amelyet több mint 31 000 ember töltött már le, és ennek keretében 500 000 tonna illegális hulladéktól szabadították meg az országot.